Rendkívüli tanári értekezletekkel kezdődött a hét az iskolákban. A tantestületek a digitális munkarend megtervezésén dolgoznak. Az egyetemeken már működik a távoktatás, és sok középiskolának is van már bevett gyakorlata az online oktatásra. A miniszterelnök szerint a legkisebbek felügyeletéről a rendkívüli helyzet ellenére is gondoskodniuk kell az iskoláknak. Hogy milyen a valódi Petőfi kép, azon mind a mai napig nagyon sokat vitatkoznak. Diákok helyett a kamerának tartott órát ez a miskolci magyar tanár. A 45 perces felvételeket a helyi tévé fogja sugározni, adás után pedig az internetre is feltöltik majd az anyagokat. Az alaptantárgyakra, mint a történelem magyar, illetve a matematikára szeretnénk felkészíteni az érettségi előtt álló diákokat. A műsorba bevontuk a miskolci középiskolás tanárokat. A polgármester úr, illetve a miskolci szakképzési centrum azonnal a partnereink lettek, úgyhogy néhány óra alatt összeáll gyakorlatilag a műsor. A pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint a távoktatásnak számtalan formája létezik, és mindenhol más módszer lesz a legmegfelelőbb. Munkacsoportokat kellene legalább létrehozni most, intézményi szinten is, hogy megszervezzék a helyi sajátosságokat, megnézzék, megpróbálják felmérni, hogy hogy lehet eljutni a tanulókhoz, gyermekekhez. Egyáltalán azt gondolom, hogy még azok az adatok sem állnak rendelkezésre, hogy melyek azok a családok, vagy kik azok a tanulók, akiknél nem megoldható, vagy nagyon nehezen megoldható az, hogy eljussanak ide. Az egyetemeken már működik az online oktatás. A tájékoztatás az elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül zajlik, az előadásokhoz pedig élő közvetítésben lehet csatlakozni. Az óra előtt küldenek egy kódot nekünk, szintén a NAVTU rendszerén keresztül, és arra kattintva átdob minket egy olyan felületre, ahol már ott van a tanár úr, mert ott vannak az oktatók, ott vannak a hallgatótársaink, és egy konferenciahívás keretén belül ez adik a tanúra. A Kréta nevű közoktatási online rendszerben viszont egyelőre csak arról kaptak tájékoztatót a diákok, hogy mikor mehetnek be az ott maradt felszerelésükért, mielőtt elkezdik fertőtleníteni az iskolát. Cunyinénak én is szeretnék köszönetet mondani, hiszen most állunk át a digitális oktatásra. Orbán Viktor a parlamentben méltatta a közoktatást, amely szerinte felkészült a digitális átállásra. A miniszterelnök hozzátette, a rendkívüli tanrend mellett a gyerekek felügyeletét is meg kell szervezniük a tantestület. Ezért kellett ma reggel bemenni az igazgatóknak kivétel nélkül minden iskolába, és meg kellett szervezniük, hogy elkülönítve, kis csoportban azoknak a szülőknek a gyerekét be tudják fogadni, akik egyébként nem tudják hova tenni a gyerekeiket. Tehát gyerekmegőrzést az iskolákban továbbra is vállalunk. A kormány egyébként továbbra is arra int, hogy a gyerekeket ne a nagyszülőknél helyezzék el a családok.